Sokan bolondnak nézték Sergio Gamberinit, amikor 2012-ben előállt azzal az ötlettel, hogy termesszenek bazsalikomot víz alatt Liguria partjainál. Akkoriban őrültségnek tűnő ötlete már a világszerte nagy figyelmet aratt. A klímaválságra a legjobb válasz ugyanis a hosszú távú megoldások találása a gazdálkodásban. A hagyományos mezőgazdaság csak nem az összes elérhető erőforrást kimerítette. Ha továbbra is kizsákmányoljuk és csökkentjük az erdőket és a föld zöld tüdejét, a klímaváltozás fel fog gyorsulni, ez pedig a tengerek szintjének emelkedéséhez vezet, magyarázza az Ocean Reef Group vezetője. Ma tekinthetünk úgyis az óceánjainkra, mint fenntartható módon védendő erőforrásra, és egy időben fel is fedezhetjük azokat a tradicionális gazdálkodás alternatíváiként. Hat mini üvegházban, amelyeket bioszférának neveznek, salátát és epret termesztenek sikeresen más növények mellett. Már dohánymaggal és olyan fűszernövényekkel is kísérleteznek, mint például az oregánó. A tenger természetes módon nyújt ideális hőmérsékletet, de mit tesz a víz ezekkel a növényekkel? Nem csupán az az előny, hogy erősebb növényeket kapunk így, hanem az ízük is intenzívebb, mondja Luca Gamberini. Ráadásul olyan környezetben növekednek, amely teljesen védett. Olyan, mint egy labor, és semmi sem képes elérni a növényeket, kivéve ha kívülről hozzák be. Egyelőre a Nemo kertje főleg víz alatti kutatólaborként működik, ahol minden évben új eredmények születnek, amelyek számos célt szolgálhatnak. Idővel a búvárok figyelmét is megragadták a bioszférák, és örömmel fedezik fel a szürreális víz alatti látványt. Tengeri farmerként dolgozni pedig lassan népszerű foglalkozássá válik. Ez jó hír a projekt számára, amelynek célja, hogy máshol is terjeszkedjen.